igazándiból én is egy élet vagyok, ha úgy jobban tetszik valakinek, ugyanabban a lélekből származok én is, mint mindannyian. A teremtmények közötti magasabb kommunikáció és a kertvarázslás spirituális alapjai volt az ezoterikus előadássorozat legutóbbi témája. Maga a kertvarázslás az angol Garden Magic kifejezésből származik. Ezt a módszert egy Pápua új-guineai törzsnél fedezték fel, ahol a növénytermesztés már az ősidők óta spirituális alapon zajlik. Almási Béla kutató agrármérnök ennek alapjait tanulmányozza és próbálja átültetni a gyakorlatba is. Mint fogalmazott, az eredmény egy élő tündérkert, ahol a hangsúly a harmónián és az elveszett paradicsom megtalálásán van. De ahhoz, hogy egy ilyen kertet tudjunk varázsolni, először is életünket a spiritualitás alapjaira kell helyezni. Akinek nincsen ilyen fogalma, hogy lélek, aki köti magát a pszichéhez vagy a fizikai testhez, és ezen nem tud túllépni, az képtelen megszólítani egy másik lelket. Ez tudom, hogy egyszerűen hangzik, de ez a lényeg. Ennek megfelelően, hogyha valaki ezt felfogja, és az életében elindul el azon úton, akkor onnantól kezdve nincsen más dolga, csak hogy megszólítsa a másik lelket. És bármilyen furcsa, az a másik lélek reagál erre, abban a ruhában, ami éppen adott. Növényként, állatként, vagy bármi egyébként. Hogy ez mennyire működik, ezt egyszerűen ki kell próbálni, én ezt dokumentálom. Tehát én a tudomány oldalról indultam, és itt landoltam. Mint az előadó fogalmazott, a meglévő beidegződéseinket, a tanult szabályrendszert el kell felejtenünk. Ennél egy magasabb szinten kell kommunikálnunk és odafigyelnünk a másik lényre, aki jelzi igényeit és reagál is ránk. Almási Béla elmondta, az ő tapasztalatai alapján szerencsére napjainkban spirituális forradalom zajlik a világban, az emberek egyre nyitottabbak.